Immáron hagyománnyá vált, hogy minden évben nőnapon a közrendvédelemben dolgozó hölgyeket külön köszöntik Budafok-Tétényben. Minden évben megajándékozza az itt dolgozó, kapitányságon dolgozó hölgyeket a közrendvédelmi alapítvány egy csokor virággal. Idén ezt egy kicsit továbbfejlesztettük, ha mondhatom így. Egy étteremben meghívtuk a hölgyeket egy ebédre, ezzel megköszönve az egész éves munkájukat, amit itt a kapitányságon csinálnak. És természetesen ugye azt tudni kell, hogy a hölgyeknek mindig két munkahelyük van. Ugye van egy, ahol pénzt keresnek, és van egy otthon, mert utána, ha innen hazamennek, akkor valaki gyereket nevel, háztartást vezet. Tehát nagyban szeretnénk ezzel megköszönni az ő munkájukat kerületi szinten is. Március 8-án a 22. kerületi rendőrkapitányságon a közrendvédelmi alapítvány, valamint a kerület vezetése is tiszteletét és köszönetét fejezte ki a fontos és sokszor áldozatos munka iránt. 30-35 főhölgy dolgozik a kapitányságon. Hát itt elég vegyes, mert ugye előadótól kezdve ugye titkárnőig, járőrök, tehát frissen felszerelt járőrhölgy is volt itt az átadáson. Ugye nyomozók vannak közöttük, tehát azért a hölgyek is kiveszik a részüket, hogy a kerület minél élhetőbb legyen közbiztonsági szemszögből.